Mi pedig már is kapcsolunk majd Romániába. Reményeink szerint itt van Gombos Zoltán velünk a telefonvonal túlvégén. Zoltán, hallasz-e minket? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nagyon jó hallak benneteket. Régóta ismerjük egymást, tegeződni fogunk. Zoltán, nagyon sok mindenről tudnánk beszélni. Az elsődleges az, hogy Magyarországon vezető hír, hogy egy gyakorlatilag humanitárius folyosón keresztül érkeznek haza a Nyugat-Európában nagy számban élő romániai vendégmunkások. Ez ott Romániában is vezető híre. Gyakorlatilag ők hazaértek-e már? Mit lehet erről tudni? Igen, ez vezető hír, és az itteni kormány azzal büszkélkedik, hogy megoldotta, hogy ők haza tudjanak jönni. Azt kell tudni róluk, hogy ugye ők a legfőbb szavazó bázisa, ugye külföldről nagyon sokan szavaztak erre a kormányra, és persze, hogy ez akkor nekik elsődleges prioritás, hogy be tudják őket hozni az országba, hazakerüljenek, és ne valahol Európában legyenek az út szélén, vagy az úton. Zoltán, milyen a hangulat Romániában? Tehát van-e felvásárlási láz, ha bemész egy boltba, akkor megkapod-e azt, amit szeretnél venni? Például kéztörlő, kézfertőtlenítő, csirkemell, WC-papír lehet-e kapni? Illetve és milyen áron? És milyen áron egyrészt, másrészt milyen az emberek hangulata? Van-e pánik hangulat, van-e félelem? A félelemről és pánik hangulatról nem beszélnék, kizárólag ez a felvásárlási pánik van. Eltűnt a liszt, olaj még van, cukor az van, de az is eltűnt, az árak, az élelmiszerek ára megemelkedett, tehát ez általánosan mondható. Fertőtlenítő, tehát készfertőtlenítő, ilyen kisebb kiadagolásuk, tehát nincs, nem lehet kapni. És igen, tehát minden, ami alkoholbázisú, ami igazából segítene, azt már nem lehet kapni hetek óta. A vécepapírról nem tudok, én azt láttam. Egy gyors kérdésem hadd legyen még a magyar közösséghez, tehát például Székelyföldhöz, székelyföldi magyarokhoz, párciumi bánáti magyarokhoz külön szólnak-e, tehát a magyar nyelvű sajtó, az ottani magyar nyelvű sajtó, az ottani magyar politikusok külön beszélnek-e a romániai magyar közösséggel? Az önkormányzatok, tehát mondjuk Sepsiszentgyörgyről tudok beszélni, az önkormányzat kétnyelvű hirdetéseket helyezett el minden tömbházra, tehát románul, magyarul. Úgy a Facebookon, mint újságokban igen szólnak, elmondják, hogy mik a prioritások, naponta többször jelzik a Facebook oldalukon, hogy hány megbetegedés van, illetve szerencsére nálunk nincsen, csak négy eset van, Kovászna megyében, Hargita megyében tudtam, hogy még nulla. Úgyhogy igen. Tehát úgy a politikai, magyar politikai pártok, mint az önkormányzatok szólnak és intézkedéseket tesznek, próbálják a fertőzésnek a terjedését megállítani. Zoltán, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra és vigyázz a szeretteidre. Köszönjük szépen, további szép reggelt neked.